2.227.000.000 a tét. Februárban minden szombaton Vastag Csaba a Szerencse szombatban. Az akrobatikus kosárlabda koronázatlan királyai. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse híradó. Zsuzsi, te tudsz kosarazni? Nem tudok, de nagyon-nagyon szeretek. Ma Magyarország legügyesebb kosaras akrobatikus csapatával találkozunk. Ők elárulják nekünk, hogy mekkora mászik el a sikerhez. És már 2.227.000.000 forint az ötös lottó jackpotja, és emellett az elmúlt hét napban is nagyon szép nyeremények születtek. Az ötös lottó 40 darab négy találatos született, a nyertesek fejenként 1.973.875 forintot nyertek. A hatos lottón a 64 darab ötös 272.010 forintot fizet. A skandináv lottón az egy darab teli találatos 45.024.805 forintot ér. A jokeren 10 szerencsés játékos gazdagodott fejenként 1 millió forinttal. A Luxorban a teli találat tulajdonosa 8.619.060 forintot kap. A Totó 5. játékét második fordulójában az 5 darab 13-as nyereménye 578.310 forint. Fortuna néha olyan arcát is megmutatja a déli pályaudvar lottózójában, amire a legkevésbé sem számítanánk. Most egy igazi hétköznapi hőst mutatunk be önöknek. Egy olyan kollégát, aki hihetetlen lélek jelenlétének köszönhetően életet mentett. 2006 áprilisa óta dolgozom a Szerencsejáték ZRT-nél. Először a Visegrádi utcában dolgoztam, és utána kerültem át ide a déli pályaudvarra. Átlagos napnak indult, megszokott keddi forgalom zajlott a lottózóban. Imi bácsi, mint minden nap, ha esik, ha fúj, bejött a lottózóba, elkérte a zöld újságot, és a kedvenc helyére az ablak mellé leült. Egyszer csak egy ilyen heves köhögő roham lett úrá rajta, és lehanyatott a székről. A kolléganőmmel lesegítettük, befektettük ide a földre, és az SRT tréningen tanultak alapján elkezdtem az újraélesztését. Szívmasszást alkalmaztam, illetve levegőt fújtam át a tüdejébe. Nagy szerencsénk volt, hogy a mentők nagyon gyorsan kiérkeztek, és folytatták a szakszerű ellátást. Szerencsésnek azért érzem magam, mert megtanulhattam az újraélesztést, bár legszívesebben, ha nem muszáj, nem alkalmaztam volna ezt a dolgot, mert hát ez egy nagyon tragikus esemény volt itt a lottozóban. Egy remek kis teret találtunk az eheti játékunkhoz. Veresegyházán vagyunk. Kezdődjék a játék! Melyik vasúti pályaudvarról lehet eljutni Budapestről a Balatonra? A déli pályaudvarról, a keleti pályaudvarról, vagy a nyugati pályaudvarról? Hát a déliről. A déliről. Tetszett már utazni ezen a vonalon? Igen. Akkor innen van az a sok jó válasz. Sok szeretettel gratulálok a nyerményre. Köszönöm szépen. Hát köszönöm tényleg, soha nem volt még szerencsém. Nagyon szépen köszönöm. Milyen zsonglőrökről szól az ismert 99-es vígjáték? Arab zsonglőrökről, tűz zsonglőrökről, vagy lottó zsonglőrökről? Nem tűz. Nem tűz, hanem lottó. Lottó. Mennyi az ötös lottó eheti főnyereménye? 1.200.000.000, 1.700.000.000, vagy 2.227.000.000? 2.227.000.000. De jól hangzik, gratulálok! Köszönöm szépen! Sok szerencsét kívánok a sorsi csomagokhoz! Idén hány napos a február? 28, 29 vagy 30? 28. Biztos? Biztos. Jó van, csak vicceltem, hát el tudok bizonytalanítani, nem lehet 28. Sok szerencsét kívánok a sorsért csomó. Köszönöm szépen. Kiknek a slágere az Őrizd az álmod című dal? Anna and the Barbies, Vastag Csaba és Vastag Tamás, vagy Janicsák Pece és Kocsis Tibor? Őrizd az álmod. A vastag testvérek. Ezúton üzenem a kedves Vastag Csaba rajongóknak, hogy az Ifjú Sztár szombat estei februárban foglaltak, hiszen a Szerencse szombat stúdiójában hoz szerencsét a rajongóinak, ahol régi barátja Kovács Áron nagy szeretettel fogadta. Vannak olyan emberi kapcsolatok nyilván, amik nem napi szinten jelentkeznek, de mindig olyan örömmel találkoznak, mint amikor elváltak előző alkalommal. Szerintem, ha milyen kien hajn, ezt mondhatom legalábbis részemről, igen. Szerintem is maximálisan kiállt az időpróbát, és az, hogy esetleg telik az idő és történnek közben események, nem azt jelenti, hogy ezek a régi emlékek fakulnak. Ugyanúgy szeretjük egymást, mint annak idején. Hey! It's my life. It's now.
látom ezeket a golyókat eleve, hogy hogyan döntenek bizonyos sorsokról, tök jó dolog az, hogy látjuk azt, hogy ma is esetleg valaki milliárdos lehet. Egész gyermekkoromban mindig figyeltük a lottót, anyukám még ma is vettek, és biztos, hogy nagy örömmel figyelik, hogy esetleg az ő számuk következik-e majd. Egyszer azt hiszem volt egy négyesünk, talán még kicsi koromban. Azért az ötös lottó mellett, hogy a lottozás mellett van, érte még egy nagyobb szerencse. Csabát, hogy találkozhatott személyesen Uri Gellerrel. Itt látható, viszont azóta nem tudja levenni. Tehát, hogy kéne még egy találkozás, ha össze lehetne hozni valahogy, mert most már unja egy kicsit. Köszönjük szépen. A múlt héten 10-ből 9 helyes válasz született. Eddig 5-ből 4. Folytassuk a játékot. Hánykor kezdődik szombatonként a Szerencse Szombat című műsor, amelyben februárban Vastag Csaba a sztár vendég. Mondok 3 lehetséges választ. Rendben. 15 óra, 18.30 vagy 20 óra. 18.30-ra tippel még, hogyha... Tehát teljesen jól tippelsz. Gratulálok. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Sok szerencsét, jó kapargatást. Hol rendezik idén a labdarúgó világbajnokságot? Barcelonában, Rio de Janeiroban vagy Torontóban? Na, most megfogtál. Rio. Rio! Jó! A válaszod, gratulálok! Gratulálok, sok szerencsét! Ó, ez is megvan! Melyik Szerencse Szombatos műsorvezetővel lehet találkozni a Dal című showban? Mák Kata, Harsányi Levente vagy Kis Orsi? Harsányi Levente. És tudja, hogy gratulálok! Ha megnézek egy NBA meccset, akkor milyen sportág játékosainak szurkolok? Kosárlabda, röplabda vagy foci? Kosárlabda. Tudta. Szavamba akart vágni, annyira tudta. Gratulálok. Jó kapargatás, sok szerencsét kívánok. Melyik magyar kosárlabdázó játszott többek között a Chicago Bulls csapatában is? Báder Márton, Hanga Ádám vagy Dávid Kornél? A harmadik. A Dávid Kornél. Gratulálok. Sok szerencsét kívánok. Gratulálok. Köszönöm szépen. A FaceTeam új fogalmat tanított nekünk, akrobatikus kosárlabda. Lebilincselően látványos előadásaikat csak tavaly 15 országban 85 előadáson látták. Elsöprő sikert arattak Anglia legnagyobb tehetségkutatójában. A FaceTeam idén ünnepelte alapításának 10. évfordulóját. FaceTeam igazából egy akrobatikus sportszínház, ami már színházan nőtte ki magát. Igazából mondhatni azt, hogy a szerencsének köszönhető az, hogy kialakult ez a csapat és létrejött. Még 2003-ban volt egy labdazsonglőr verseny, amire teljesen véletlenül kerültem én oda. Bekerültem ezáltal egy zsonglőr versenynek a döntőibe, amit sikerült megnyerni. Így alakult ki az egész. Idén 3 éve már, hogy a csapatba kerültem. Egy évig kosaraztam körülbelül, de nekem inkább az akrobatika része volt, ami meghatározó. Ahhoz, hogy az ember egy sima egyenes felugrást megfelelőképpen elsajátítson, legalább fél évre van szükség. Nagyon-nagyon sok munka van ebbe, hogy eljutottunk ide, folyamatos edzések, folyamatos gyakorlás, 10 év alatt nagyon-nagyon sok olyan dolog történt a csapattal, hogy a csapatban emberek váltak ki, újak jöttek, és mind nagyon-nagyon sokszor véletlenszerűen alakult ki mindez. Nagy szerepet játszik a szerencse, mert mivel labdával foglalkozunk, ezért minden egyes pattintás, minden egyes passz máshova fog jönni. És van a fellépések közben olyan, hogy egy labda elpattan, akkor abban a pillanatban már korrigálni kell, és nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy például a gyűrűről pattant el teljesen máshova a labda, mint ahogy kellett volna, de tök véletlenül a következő ember kezébe esett, és így sikerült egy-egy zsákolást végrehajtanunk. A következő nagy állomásunk az most februárban fogunk kimenni Miami-ba, Floridába, illetve Costa Ricába egy ilyen egy hónapos turnéra. Talán ugye, ami a csúcsa lehet ennek, amit elérhetünk, az egy olimpiai fellépés lehetne, vagy pedig az amerikai NBA és All-Star Gála, ugye. A jövő héten csütörtökön délután is érdemes lesz velünk tartani itt az M1-en. Mutatunk egy extrém módszert arra, hogyan lehet kijutni a riói foci VB-re. Addig is küldjék el ötleteiket arról, hogy mit kezdenének a több mint 2 milliárd forintos lottó főnyereménnyel. Az e-mail címünk szerencsehiradó@szerencsejáték.hu, írjanak nekünk. A viszontlátásra! Viszontlátásra!